Tisztelt Országgyűlés! Hon Krisztina, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszter úrnak. Tervezi a kormány önkormányzati szociális bérlakások építésének finanszírozását a lakhatási válság feloldásának érdekében címmel. Ön a szó, képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt ház. Magyarországon óriási probléma a fiatalok elvándorlása. Bocsásson meg, képviselőasszony, én hibáztam. Miniszter úr halaszthatatlan közfeltellátása miatt a válaszadásra Tálai András államtitkárt jelölte ki. Kérdezem, elfogadja a válaszadó személyt. Elfogadom, személy. Igen, köszönöm. Megértését kérem, parancsoljon. Visszaállítottuk az órát. Köszönöm. Tisztelt ház, Magyarországon óriási probléma a fiatalok elvándorlása, a családalapítás megnehezülése. Sajnos az elmúlt időszakban sem szociális, sem bérlakásépítési program nem volt, pedig egyre nagyobb szükség lenne ezekre a megoldásokra is. A csók csak egy bizonyos szűkebb rétegnek nyújt megoldást, és a családok eladósodásához is vezethet, mely, mint az elmúlt időszak is mutatja, nem biztonságos megoldás. A rendszerváltás után először, és sajnos utoljára az 1998 és 2002 között működő Orbán kormány hirdetett meg bérlakásépítési programot. A KSH információja alapján 2017-ben 14.389 darab új lakás épült. De ugye ez nem állami beruházásból, hanem magánerőből. 2018-as féléves adatok ugyan stagnálást mutatnak, de ez valószínű a munkaerőhiány miatti fékeredménye. Ezzel párhuzamosan drasztikus árnövekedés következett be a piacon. Bérlakások építése viszont szinte megállt az országban, miközben ez adna lehetőséget a fiatalok életkezdéséhez. Javaslom, hogy 2019-re a kormány különítsen el egy erre megfelelő összeget a fiatalok bérlakás programjának támogatására, és térjen vissza a 18 évvel ezelőtt már bevált terveihez. Ezzel ösztönözheti a fiatalok itthonmaradási kedvét. További probléma, hogy a közelmúltban elszabadultak az építőiparban a munkadíjak. Sajnos komoly emelkedés tapasztalható, amely úgy tűnik nem állt még meg. Így ma egy lakóingatlan átlagára kulcsrakész állapotban Budapesten átlagosa 700.000 forint per négyzetméter, vidéken pedig 180.000 forint per négyzetméter is lehet. Egy jól működő bérlakás építési program azonban a magyar építőipart pörgetné fel, de a magyar fiatalok számára is biztató jövőképet adna. Ezért kérdezem, hogy tervezi-e a kormány önkormányzati szociális bérlakások építésének finanszírozását a lakhatási válság feloldásának érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Tálai András miniszterhelyettes úrnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Tehát a kérdésében ön azt mondja, hogy Magyarországon lakhatási válság van, és ennek feloldása érdekében teszi föl a kérdést. Szeretném először is leszögezni, hogy Magyarországon nincs lakhatási válság. Magyarországon utoljára 2010-ben volt lakhatási válság, amikor a Fidesz a szocialistáktól átvette a kormányzást, hiszen az összes otthonteremtési támogatási rendszert a két ciklusban tevékenykedő szocialista kormányzat felszámolta. Felszámolta a kamattámogatást, felszámolta a személyjövedelemadó kedvezményt, és felszámolta az úgynevezett szocpol rendszert. Lakhatási válság akkor volt a kormány, 2010-ben el is kezdte ennek felszámolását, de már ez a Fidesz kormány volt. Az első komoly feladat az volt, hogy szembe kellett nézni azzal, hogy hogyan fogjuk megvédeni az embereket attól, hogy elveszítsék a lakásukat. Hiszen a devizahitelezés problémája az több százezer millió családot érintett. Azt gondolom, hogy a 2010-től 2015-ig végzett kormányzat és az országgyűlési tevékenység nagyban segített abban, hogy az emberek százezrei ne veszítsék el a lakásukat. Aztán a kormány meghirdette egyértelmű otthonteremtési elképzeléseit, programját, amelynek a célja az, hogy minden magyar ember lehetőleg saját otthonhoz jusson. Mert ellentétben önnel, hogy bérlakásokat emleget, meg kell nézni a magyar ember gondolkodását. A magyar ember úgy gondolkodik, hogy abban a lakásban érzem jól magam, ami a saját tulajdonom. Össze kell hasonlítani más országokkal,
máshogy gondolkoznak Európában más országbeliek, Magyarországon olyan rendszert kell kidolgozni a kormánynak, és ezt meg is tette a magyar kormány, amely saját lakáshoz juttatja az embereket, a családokat. Köszönöm szépen. Képviselőasszony, parancsoljon. Szépen. Államtitkár úr, nem kaptam választ a kérdésemre. Értem, hogy a magyar ember így és úgy gondolkodik, de a magyar ember most már úgy gondolkodik szerencsére, hogy nem mer belevágni nagyobb hitelekbe, mert ez a családok eladósodásához vezethet, mint ahogyan a közelmúltban történt események is mutatják. Egyébként pedig értem a választ, de nem értem, mert nem a kérdésre válaszolt. Tehát az, amit ön mondott, az egy válasz valamilyen kérdésre, de nem az enyémre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg államtitkár urat, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Akkor folytatnám. Tehát a kormány kidolgozta a devizaválság megoldása után valóban a családi otthonteremtési kedvezmény rendszerét, az otthonteremtési programot. 2015. július 1-e óta működik ez a program, és szeptemberig mintegy 90 ezer család vette már igénybe 257 milliárd forint összegben. A kormány azon dolgozik, hogy ezt tovább kibővítse. Már döntés született arról, hogy a két gyermekes családok is igénybe vehetik a kamatkedvezményes hitelrendszerét, amelynek összege 10 millió forint, míg a három gyermekesek további hitelezési összeg bővülésében fognak majd igénybe venni. További bővítésen is gondolkodik a kormányzat, meg fogja teremteni az úgynevezett falusi csoknak a rendszerét. A kormánynak a célja az, még egyszer mondom, hogy minden magyar család lehetőség szerint saját lakáshoz, saját otthonhoz jusson ezzel az új otthonteremtési programmal. Köszönöm szépen.